Picúrlak, ezt a nevet kapta Nyírpazony új két csoportszobás bölcsődéje. Az impozáns épületet a napokban adták át a kis településen. Már nem kell sokat várni arra, hogy élettel teljen meg a létesítmény, és használatban legyenek a játékok. A tervek szerint júliusban birtokba vehetik azokat a helyi kisgyermekek. A beruházást Európai Uniós forrásból valósították meg a községben. 24 férőhelyes, másfél éves kortól vesszük fel az apróságokat, és egyetlen egy papírra várunk már engedélyre, a működési engedélyre, amely hamarosan megérkezik, és terveink szerint júliusban, nyáron el fog indulni a bölcsőde, és hogy mondjam el, hogy a változatosság kedvéért teljes létszámmal fog üzemelni 24 fővel, a két nap alatt betelt a beiratkozás, úgyhogy várjuk az apróságokat. 372 millió forint értékű beruházásról van szó, amely teljesen dobból 100%-os állami támogatással, kormányzati támogatással valósult meg, úgyhogy az önkormányzatnak nem kellett önerőt beletenni a pályázatban. Nem véletlen, hogy rövid időn belül mind a 24 hely betelt. Az utóbbi években ugyanis számottevően emelkedett Nyírpazony lakosság száma, és számos fiatal házaspár telepedett le a településen. Az önkormányzat korábban egy 10 férőhelyes családi napközit üzemeltetett, a lakossági igény azonban évről évre nőtt egy bölcsődére. 2015-ben adtuk át a családi napközinket, itt nem messze a polgármesteri hivatal területén. Ez a 10 fővel üzemelő családi napközi a mai napig üzemelés. A kezdettől fogva teljes létszámmal, maximális létszámmal üzemelt, és ahogy teltek az évek, úgy azt tapasztaltuk, hogy egyre hosszabb a várólista a családi napközibe történő bekerüléshez, és én is számos alkalommal bonyolítottam le szülőkkel, hát olyan telefonbeszélgetéseket, amelyekben kérték szinte kétségbe esve, hogy tudják elhelyezni az apróságokat a családi napközében, hiszen akár még a munkahelyük is múlhat rajta, hogy akkor el tudnak-e menni dolgozni, és a gyermekeket pedig megfelelő intézményben tudják. Úgyhogy nem volt kérdés az, hogy bővítenünk kell, és ezért örültünk 2019-ben, amikor megjelent egy pályázati lehetőség, toppos pályázati lehetőség bölcsődének a kialakítására és beruházására. Pályáztunk, nyertünk, és annak az eredménye ez az impozáns épület. Az új bölcsőde a helyiek foglalkoztatását is szolgálja a településen. Az intézmény 6 új munkahelyet teremt Nyírpazonyban.